Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az LHF. Ebben a videóban megmutatom, hogyan lehet összerakni a Maxis Drone az Origins pályán. Maxis Drone három részből áll, és ebből két rész három különböző helyen található. Egy rész az mindig ugyanazon a helyen található meg. Az első része itt található a kezdőszobába, ahogy megérkezünk a pályára, és ide jövünk az asztalhoz, itt lesz. Ez sehol máshol nem található meg, mindig itt ezen az asztalon lesz. Második része három különböző helyen található meg. Fel kell jönni ide az Excavation Site-hoz és kinyitni. Az egyik lelőhelye itt van oldalt, itt lehet, de most nincs itt. Úgyhogy lemegyünk itt a lépcsőn. Ha lejövünk ide, akkor fel kell venni az itt található, földön található gramofont és ide tenni az asztalra. És ha megvan a fehér lemez, akkor lejátsz egy dallamot, ami kinyitja ezt a lépcsőt lefelé. A fehér lemezt három különböző helyen találhatjuk meg. Az egyik hely itt van az Excavation Site tábla melletti ládán, ott lehet. Ha itt nem találjuk, akkor haladjunk fel tovább, és itt is megtalálhatjuk ebbe a talicskába, itt. De ha itt se találjuk meg, akkor ugorjunk le itt az oldalán az Excavation Site-nak, és akkor itt megtalálhatjuk ennél a ládánál itt a sarokban, nekem itt volt. A Maxis Drone második részének egy második lelőhelye itt van oldalt. A gramofonos asztal mellett itt találhatjuk meg a földön. Illetve a harmadik lelőhelye, ahogy lejövünk a lépcsőn, itt van az STG, ettől balra fordulunk, és lentebb jövünk, ide felmegyünk erre a magaslatra, ide lehuppanunk, és ezen a dobozon lesz itt a ládán. A harmadik részéhez el kell jönni ide a templomhoz. A templomtól visszafelé két ilyen sáros út vezet, és erre található meg. Hogyha erre jövünk, amerre a tank szokott elfelé menni, akkor itt van egy ilyen koponyás tábla, annak az aljánál lehet. Itt van egy másik út, ami ilyen sáros út, erről szokott bejönni a tank, tehát arra felé megy, itt pedig visszafelé jön. Itt is van egy ilyen koponyás tábla, ennek az aljánál található meg. Például most nálam ebbe a játékba ott volt, de van még egy harmadik lelőhelye is. Harmadik lelőhelyéhez fel kell menni itt a lépcsőn. A hatodik generátor felé, itt van oldalt a jégbarlang. Ide a lejövünk teljesen alulra, és balra fordulunk, itt még megtalálható. Úgy, ahogy a zombi pajzsot, a Maxis Drone-t is a három asztal valamelyikénél össze lehet rakni. A három asztal megtalálható a pálya középső területén, ez itt a szél barlangja. Van egy asztal itt a műhelybe, a kettes generátor felől bejöhetünk itt, vagy a hármas generátor felől bejöhetünk itt, és akkor itt találhatjuk meg az asztal. Én ennél a templom alatti asztalnál szoktam összerakni. Na de mit tud ez a Maxis Drone? Segít nekünk. Felveszi nekünk a power-upokat, lövöldözi a zombikat, és van egy kicsi easter egg is, amit ezzel a Maxis Drone-nal lehet elvégezni. Egy pekapancsolt fegyvert is ad nekünk, hogyha megtalálunk négy sárga korongot, amit lelövetünk vele. Ezt a négy sárga korongot meg fogom itt mutatni nektek. Kezdőszobából, hogyha a kettes generátor felé megyünk, akkor ide, ha benézünk a tűzbe, akkor ott láthatunk egy korongot. Itt megnyomjuk a Maxis Drone gomját, felengedjük, és oda megy, és azt elveszi. Elvette. Maradék három korongot is el kell vele vetetni, és akkor fogja idadni azt a pekapancsolt fegyvert. Nem marad örökké a levegőbe, egy idő után lejár az akkumulátora, és visszamegy ahhoz az asztalhoz, ahova letettük, és újra kell töltődnie, de utána újra felvehető onnan. Itt van egy sárga korong, ez az ötödik generátor, ott. Ide jön a Maxis Drone, és már is felvette. Van egy korong itt az Excavation Site-nál. Odafent, ott. Elvette. A negyedik és utolsó korong pedig itt van a templomnál. Ott. Most újra fel lehet venni a Maxis Drone-t, mert feltöltődött. És akkor elengedem itt a templomnál. És akkor ott majd elveszi az utolsó korongot. Ott van. Oké. Most pedig viszi az Excavation Site-hoz a pekapancsolt fegyveremet, amit ajándékba letesz a pekapancs gép elé. Itt is van, ott a pekapancs gép, és itt van a Magna Collider.
100 töltény a tárba, és maradék 600 töltény. Az egy elég erős fegyver. Újra töltése egy kicsit lassú, de a Speed Cola-val nyilván gyorsabb. Amikor szólóba játszok, akkor nem szoktam megszerezni, mert elég sokáig tart így a Maxis drónnal ezt megtenni. Ezen a pályán vannak még jogarok, és azok sokkal erősebbek. Azok a pálya csodafegyverei, de a Coop módba játszol, akkor érdemes ezt megszerezni, mert szerintem elég jó fegyver. Én általában meg szoktam építeni a Maxis drónt, mert jó azért, hogyha ott van, és ha nagy bajba vagyok, akkor eleresztetem és kisegít. Egyébként pedig így lehet megépíteni, és erre lehet használni, így működik. Találkozunk legközelebb.